Július utolsó napján Soroksáron kezdi meg másodosztályú szereplését a HR-rend labdarúgó csapata. Mozgalmas heteken van túl a gárda, a szakmai stáb kicserélődött, tizen távoztak és eddig tizenketten érkeztek. Az edzések mellett első és másodosztályú csapatokkal is játszottak felkészülési mérkőzést Tóth László tanítványai. Ahonnan indultunk és ahol most tartunk, az szerintem jó út. Én azt látom, hogy a hat hét alatt sokat fejlődött a csapat csapat egyénileg is, és játékban, összjátékban is. Tölgyesi Viktor személyében egy rutinos védekező középpályással bővült a keret, aki játszott a harmadosztályban, az MB2-ben és az élvonalban is. Az utolsó fél évben Dunaujvárosban játszottam, onnan érkeztem Kozármislenybe. Szeretném teljesíteni a csapat célját, ami egyértelmű a biztos bemaradás. Somogyi Máté autóbalesete és Lékai Somat csukló sérülése miatt két kapusára nem számíthat a közeljövőben Tóth László. A Pécsi nevelésű Varasdi Dániel kapusposztra érkezett a csapathoz, aki az élvonalban még nem, a másod és harmadosztályban viszont már bemutatkozott. Az mtk érkeztem, lehúztam ott egy olyan öt évet, megjártam a Budaörsöt is MB2-be, tehát azért MB2-es rutinnal úgymond rendelkezek. Az MB1-es közeget is megismertem. És hogy mit várok a szezontól? célok, cél a cél mindenképpen a bennmaradás lesz. Szerintem ezzel a kerettel és ezzel a gárdával, ezzel a stábból elérhető minden, tőlünk függ minden. Az MB2-es szezonra sikerült együtt tartani a tavalyi bajnok csapat gerincét. Megmaradt a kohézió és az új igazolások is erősítések, valamint illeszkednek a kozármislenyi közegbe. Jó sikerült a felkészülés, legalábbis a szakmai stáb ezt mondta, hogy nyilván ebbe az ő a, a, döntő, bár én, én egy kicsit tényleg nagyon korainak érzem még ezt a bajnokságot, megmondom ösztön, hogy ma, ma ébredtem először úgy, hogy egy kis meccs hangulaton volt, tényleg szerintem ez a, ez a nyár közepi kezdés eléggé kicsit ilyen idegen, de, de tényleg most már, most már azt látom, hogy mindenki ilyen meccs lázban ég, úgyhogy szerintem készen állunk a rajtra. A tavalyi nyolcadik helyezett Soroksár SC és az újonc Hárend Kozár Mislány összecsapás Vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a Szamosi Mihály Sporttelepen.